Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Vecsési Magazin híradóját látják. Nagy sója vagyok. A tartalomból elkezdődtek az érettségi vizsgák. Gyermeknap a sportpályán. Végül sportösszeállításunkat láthatják. Május 9-én pénteken a Petőfi Sándor általános iskola és gimnáziumban sor került a 12. osztályosok ballagására. Ezt követően hétfőn elkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. Összeállításunkban a ballagás feledhetetlen képsorait nézhetik meg, majd az izguló érettségizőkkel beszélgetünk közvetlenül az első vizsga után. Thank you.
Vagyunk az érettségi első napján a Petőfi gimnázium előtt, ahol éppen az érettségizők izgulnak. Mire számítotok? Gondoltok valamire, hogy lesz most valami az érettségi? Hát szerintem mindenképp egy kettesre számít, hogy az a kettes meg legyen. Én igazából témára gondoltam. Hát annyira nem tudunk semmit, hogy mi lesz, meg lesz. Nekünk is csak pénteken mondták el, meg csütörtökön, hogy van egyáltalán az érettségének a menete. Az biztos, hogy mindenki nagyon izgul. És mi a menete? Akkor halljuk mi is. Hát elvileg 7:30-kor kell bejönni. 8:00-kor kezdődés, és akkor két részre leszünk osztva, ugye már 30-an vagyunk. És hát ugye majd mindig bejön egy tanár, és akkor felügyelve leszünk, de igazából semmi komolyat nem tudunk. Hát amit jósoltak, az talán Petőfi és Arany. Petőfit ugye már évforduló volt, de az se 100%. Tehát semmit nem tudunk pontosan. És nagyon izgultak? Hú, nagyon. Nagyon. És mi lesz a következő? Holnap is lesz valami? Holnap lesz a legnehezebb, matematika lesz. És akkor pénteken lesz az angolosoknak, akik angolba érettségiznek, és utána való csütörtökön lesz a német érettségi, és onnantól június 13-a utáni héten szóbeli, 3 napig. És most van olyan, hogy akik egyetemre mennek, azok máskor érettségiznek, ilyen központi? Nem, csak biológiából vagy ilyesmiből, vagy fizikából, aki úgy tanul tovább, hogy ez a tantárgyból, ami a felvételének számít, de azt hiszem, hogy majd egy vagy két év múlva lesz az, hogy kétféle érettségét kell tenni, de mi már szerencsére ebben nem lógunk bele, mert csak a matekot nehezítik, és az pont azt. És ti hova készültök? Készültök valahova, főiskola, egyetem? Hát készülök főiskolára, de hogyha az esetleg nem jönne össze, akkor itt maradnék 5. évre számítástechnikai részen, és végül is ennyi. És te? Én is tanfolyamra megyek, és onnan főiskolára. Nagyon izgulsz az első érettségi napodon? Hát ez így természetes, szerintem mindenkiben van egy kis félsz. Szeretnél valakit, akit szeretnél írni valamilyen tárgyból? Hát eddig egyöntetően Madách ember tragédiája, ami úgy viszi a prímet, mindenki azt szeretné. A héten még mi lesz, milyen érettség? A héten ezen kívül még holnap lesz, tehát kedden matek írásbeli, szerdán fizika, és pénteken angol írásbeli. És készülsz valahova? Valami felsőoktatási intézménybe? Hát nem nagyon tervezem, de majd kiderül. Hogy készültetek az érettségre? Hát nagyon sokat kellett tanulni, hát főleg irodalomra, hát akinek kellett, annak kellett, de hát végül is hogy? Hát otthon. De úgy gondoltam, hogy a tanárnő megadta a tételeket, és akkor együtt kidolgoztuk. Igen, megadta a tételeket, nem dolgoztuk ki együtt. Hát így a 4 év alatt ugye végigvettük a 4 tankönyvet, és akkor otthon dolgoztuk ki már 3. óta, mert nekünk volt kísérettségi. És
azóta dolgozgatjuk, tehát tanára nem dolgoztuk ki, de sokat segített, hogyha valaki valamit nem értett, akkor lehetett kérdezni. Ez a kísérettségi? A kísérettségi az a harmadik osztályban történik, ugyanúgy, amikor a negyedikesek érettségiznek, akkor a harmadikosok is. Hát ilyen próbaérettségi, tehát fölkészíti őket, hogy a következő évben várhatnak. És akkor ezt ki is adták, hogy milyen, hogy sikerültek ezek a kísérettségi? Persze, másnap kiadták, ugyanúgy ez számított az évvégi jegybe, és ugyanúgy abból is átlagot számoltak. És hogy sikerült az osztálynak? Hát van, akinek jól sikerült, van, akinek kevésbé, de soknak jelentett nagy vigaszt, mert végül is, aki éppen egyes-kettes között állt, annak jól jött a kísérettségi, akinek meg nem az. És hány oldalt kell írni most egy ilyen magyar érettségin? Hát az irodalom érettségin 3 oldalt kell írni minimum. Hát 4 óra hossza van rá, hát szerintem nincs olyan ember, aki ne tudna annyit írni, ennyi idő alatt. És te mit szeretnél, kit szeretnél? Madács ember tragédiája. Elkezdődött a magyar érettségi, van-e valami változás a tavalyhoz képest? Hát lényeges változás nincs, talán annyi, hogy ha olyan feladatot kapnak a diákok az érettségén, tehát valamelyik érettségi tételben van olyan mű, ami nincs benne a szöveggyűjteményben, felhívták a figyelmünket, hogy akkor az iskolának menet közben fénymásolni lehet egy könyvből, és a fénymásolt lapokat oda lehet adni, vagy oda kell adni a diákoknak. Ez tulajdonképpen azért nagyon fontos, mert tavaly állt elő egy olyan helyzet, hogy egy feladatban olyan verset vagy novellát kellett felhasználni, ami nem volt benne, nem volt minden szöveggyűjteményben, mert kétfajta szöveggyűjtemény létezik, és mivel szabály szerint nem lehet bevinni idegen anyagot, csak egy üres szöveggyűjteményt, ezért voltak, akik azt a tételt nem tudták választani. Most erre direkt felhívták a figyelmünket, hogy ha ilyen előfordul, akkor másolhatunk a könyvtár állományában lévő bármelyik könyvből egy verset, és azt a másodlapot bevihetjük, hogy ugyanúgy fel tudják használni a dolgozatoknál, mint hogyha más témát választanának. Becsesen most hány diák érettségizik? 30-an érettségiznek. Tulajdonképpen 2 diákunk van, aki nem bocsátható érettségire, mert nem teljesítette a 4. év végi követelményeket, egy pedig magyarból nem érettségizik, és így 30-as a létszám. És hány százalékuk megy felsőoktatási intézményben? Hát majdnem mindenki jelentkezik továbbtanulásra. Ez azt jelenti, hogy egyetemre, főiskolára, illetve felsőfokú tanfolyamokra. Aztán sokan úgy döntöttek, ahogy beszélgettünk velük, hogy ha nem sikerül a felvételük az első megjelölt helyre, mert több helyre is pályázhatnak, akkor egy évig itt maradnak nálunk az iskolában a 13. évfolyamon. Ez a számítástechnika, informatika. Szereznek egy szakképesítést, ami a továbbtanulásnál is segítségükre van, hiszen OK-s vizsgát tesznek, és ez pluszpontot jelent a felvételihez is. Másrészt meg eleve, hogyha a következő évben megpróbálják és felveszik őket, akkor ezeket az ismereteket ott felhasználják a egyetemi és főiskolai tanulmányaik során. Tehát, mint mondtam, úgy döntöttek, hogy ha első helyre jelöltre nem veszik fel őket, akkor egy évet kivárnak, itt a 13. évfolyamot elvégzik, és utána újra próbálkoznak. És erre a 13. évfolyamra nem kell nekik felvételizni, hanem... Ezen nincs felvételi, automatikusan az a felvételi követelmény, hogy érettségi bizonyítványuk legyen, hiszen érettségéhez kötött, illetve számítástechnikai ismereteik általános iskolából vannak.